Imádkozzunk! Mindenható Isten, mennyei Atyánk! Aki szeretettel gondoskodsz egyházadról, és megígérted, hogy meghallgatod híveid imádságát, és hűséges lelkipásztorokat küldesz gyülekezeteidbe, kérünk téged, készítsd fel szolgálatodra ennek a gyülekezetnek meghívott lelkipásztorát. Add igédet szívébe és ajkára, hogy igazán hirdesse közöttünk igédet, hogy a te beszédet intsen, tanítson, térítsen, vigasztaljon és erősítsen minket, és azt cselekedjük, ami neked tetszésedre van, nekünk pedig üdvösséges az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban, egybe gyülekeztünk Isten szent házában, hogy Isten igéjével és imádsággal beiktassuk hivatalába Zahorec Pál testvérünket, akit a szarvas új templomi gyülekezet lelkészéül meghív. Hallgassátok meg azt a szent igét, amelyet erre az ünnepi alkalomra választottam, és megírva találjuk János evangéliumának 3. fejezetében, a 30. versben a következő kívül. Keresztelő János ezt mondja, neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállok. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, kedves Pali, 33 évvel ezelőtt ebben az egyházközségben összeszorult szívvel álltam ide az oltár elé, hogy néhány gondolatot mondjak Isten igényéről. Tudtam, hogy el kell mondanom, tudtam, hogy szívembe van már rekesztve és nem tarthatom ott tovább, de nagyon nehéz volt kamaszként, gimnazistaként egy gyülekezet előtt megnyitni a számat, és emlékszem, hogy minél közelebb értem, az egészen a hátsó padból indultam előre, minél közelebb értem az oltárhoz, és éreztem, hogy jön a pillanat, annál inkább kiszáradt a szám, hevesebben dobogott a szívem, éreztem, ahogy elpirulok, és rendkívül zavarba volt. Ez az ige volt a szívem. Neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállnom. És amikor arról beszéltünk, hogy te a meghívón szereplő igéből készülsz, akkor nekem rögtön ez az ige jutott eszembe. Hogy most, amikor azért állhatok előtted és mindnyájatok előtt, hogy Isten igéjén elcsendesedve együtt könyörögjünk a te szolgálatodért és ezért a gyülekezetért, akkor hadd legyen az azóta is mértékadó ige előttünk, neki, azaz a Krisztusnak növekednie kell. Nekem, neked, nekünk, mindnyájunknak pedig alábbszáll. Nyilván érezzük azt, hogy itt alázatról van szó. Alázatról, amelyről a mai világban nagyon keveset beszélünk, amely ugyan keresztény erény, de amely nem nagyon divatos ebben a mai korban. Hiszen azt képzelik és úgy gondolják a körülöttünk élő emberek, hogy aki alázatos, az mindenféle igába, amit rákényszerít az emberi erőszak, rossz indulat vagy a körülmények szerencsétlen alakulása, azonnal belehajtja a fejét. A köztudatban az alázat ezért nem szimpatikus, mert hát nem egy férfias jellemvonás, nem tükröz túlzott határozottságot, nem eléggé gyakorlat. Nem lehet vele sokra vinni, mondják. Igény keresztelő Jánosról mond el többet és kevesebbet, és az ő példáját szeretném egy kicsit elétek hozni. Rajta keresztül bemutatni, hogy mi az igazi alázat, mert ő igazán alázatos ember volt, és ő mondja, neki Krisztusnak növekednie kell, nekem pedig alábbszállni. Így lett ez a mondat a keresztény alázat örök jelszavát. Keresztelő János alázatos ember volt. Akik olvassátok a Szentírást, vagy hittanórákon tanultatok Keresztelő Jánosról, rögtön érzitek, hogy ha az ő alakja áll előttünk az alázat példájaként,
akkor tudjuk, hogy mi nem alázat. Hiszen az alázat nem gyengeség. Az alázat nem megkunyászkodás. Mert keresztelő Jánosról minden egyebet el lehetne mondani, de azt nem, hogy megkunyászkodó alkat lett volna. Azt nem, hogy valami gyenge szívű ember lett volna. Tudjuk róla, hogy milyen erővel, milyen kérlelhetetlen szigorúsággal hirdette az Isten dolgait, és szállt szembe mind azokkal, akik ettől eltérően viselkedtek, odáig menően, hogy nem lehetett semmi módon elhallgattatni, csak úgy, hogy bebörtönözték, és végül kivégezték. Igazán alázatos ember, mégis kemény, határozott, tiszta szív. És gondoljatok egy kicsit így Jézusra is. Jézus is kemény, határozott, halálig elszánt férfi volt. És mit mond az övéinek? Tanuljátok meg tőle, hogy én szerint vagyok és alázatos szív. Ha Jézus egy ilyen ide-oda hajló, nátszá természetű ember lett volna, nem kellett volna a kereszten meghalni. Szerint volt, alázatos, de mind halálig. Tudta, hogy mire van a küldetése, és miért kell a keresztig mennie. Mind halálig küzdött. Az alázat tehát semmiképpen sem gyengeség és megkunyászkodás. Micsoda hát? Ezt mondja a keresztelő, neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállnom. És ez nagyon egyszerűen azt jelenti, nem csak a lelkészi szolgálatban álló, hanem mindnyájunk számára, keresztény, bibliaolvasó emberek számára, hogy Krisztus egyre inkább fölém kell, hogy emelkedj. Én pedig egyre inkább kisebbé kell, hogy legyen, ahogy az új fordításban olvas. Aki valóban egész szívvel áll Isten szolgálatása, Isten szolgálatára, aki igazán odaszánja magát, annak ott kell, hogy legyen a szívében az Isten iránti engedelmes. Jézus, a dicsőséges szent, engem a kicsit, a nyomorúságos semmi embert magához. És ez a hatalmas Istenhez képest. Én a gyenge ember csak egyetlen módon viszonyulhatok. Az engedelmesség alázat. És én nem tudom, hogy ti, akik most itt vagytok ezen az ünnepen, személy szerint hogyan vagytok a Krisztussal. De ha valaki Krisztust igazán urának nevezi, akkor ez csak úgy lehet igaz, ha élete reggeltől estig, és aztán estétől reggelig, az ő uralma alatt áll. Tehát a Krisztus. Hogy már a felébredéskor tudjam keresni, hogy mi a szándéka velem azon a napon. Mert bele akar nyúlni az életem. Valahogy úgy, ahogyan a hugenottákról olvassuk, róluk van feljegyezve, hogy minden nap kezdetén jelentkeztek uruk előtt mondván, Uram, íme a te szolgád. És nem másról van szó, amikor egy gyülekezet vezetésére. Mint hogy naponként elcsendesedik. Jézus előtt végig gondolva. Vegyük sorba a napot a tennivalóival, a gondjaival, a bajaival, a problémával. Mert lesznek melletted sokan, akik nagy örömmel és szeretettel támogatnak, akiknek támaszkodhatsz a segítségére. De lesznek olyanok is, akik nehézségeket okoznak. Amikor azon gondolkozik az ember, hogy hogyan is jussak békességbe. Valakivel, aki újra és újra zsörtölődik mellette. Hogyan jussak egyességre az olykor más irányba húzó, más irányba haladó testvérekkel. Hogyan lehetne Krisztusnál egy nevezőre hozni a gondolatainkat, az érzéseinket, a tennivalóinkat? Hogyan is álljak be újra és újra az iskolába, a gimnáziumban, pedagógusok mellé a gyerekeket nevelő, segítő, szolgáló? Mert mit is lehet kezdeni olykor egy-egy nagy létszámú osztályban? Sokszor úgy érezzük, hogy igen, önmagukat megvalósítani kész fiatalok között. Istenem, te valamit akarsz tőlem ezekben a helyzetekben. Mit tegyek? És mi az, amit elrontottam? És hogyan tehetem jóvá? És sehol máshol nincs válasz ezekre a kérdésekre, csak a naponként előttünk is megnyíló Szentírásban. Fölé hajolva, ott válaszol nekünk, ami úrunk, rendszeresen tanulmányozva, továbbolvasva, halljuk belőle az ő szavát és akaratát. És ezek után hadd kérdezzem egy kicsit tőlem. Akik azért vagyunk együtt, és azért jöttetek, hiszen mert szeretnétek, hogy ebben az egyházközségben Krisztusra figyelő élet legyen, hogy az ő szent lelkének az ajándékai megjelenjenek közöttetek. Hadd kérdezzem, hogy akkor milyen Krisztusotok van? Túlnőtte rajta? Ki a nagyobb? Krisztus vagy te vagy a nagyobb?
a saját életedben, kinek van több szabad? Ki dönti el, hogy hol töltöd a szabadidőt? Ki dönti el, hogy mire fordítod az energiáid? Ki a nagyobb? Te vagy Jézus? Kinek van több beleszólása abban, hogy mit teszel? A vágyaidnak vagy Krisztusnak? Mert ez elé a kérdés elé állítod a mindnyájunkat, Istennek az igéje. Mekkora Krisztusod van? Nem kellene neki növekednie, és neked kisebbé lenned? Én újra és újra ezt érzem, testvérek. Neki növekednie kell, és nekem egyre kisebbé lennem. Mert nem arról van szó, hogy hiszünk-e benne, mert remélem, hogy mindnyájan azért vagyunk együtt, mert egy szívvel, egy lélekkel hiszünk, hogy ő az életünk ura. A kérdés az, hogy nincsen hiba az arányban. Nem vagyok-e még mindig túl nagy én? A saját elgondolásaim, a régi természetem, annak érzékenysége. És nem túl kicsi-e ő az életemben. Nem kellene neki növekednie, és nekem kisebbé lenni. Próbáljatok így engedelmeskedni a Krisztusnak. Jobban engedelmeskedni neki minden helyzetben. Mert akkor fogjátok megtapasztalni, hogy a neki való engedelmesség közben Jézus életének a természet feletti ereje megjelenik bennetek. És fogod érezni. Fogod érezni, kedves testvérem Bali, hogy nem vagy egyedül. Akkor sem bajkor elfogynak egy-egy helyzet. Mert a nehéz helyzetekben megfogyatkozik azok száma, akik támogató szeretettel vannak körülünk. És újra és újra lehetnek nehézségek a környezetünkben. De mindig azt fogod érezni, hogy nem vagy egyedül, mert melletted van az ő. És ha ő van melletted, ha neki adod oda a szíved, ha ott van az ő megváltó ereje az életedben, akkor ez meglátszik rajta. Vonzóvá teszi az ő jelenléte az életedet. És meg fognak érkezni újra azok, akik vágyódnak az ő közelébe, oda hozzák gyógyulni az életük. A konkrét, neki engedelmeskedő cselekedetek. Meglátszik, hogy ő van benne. Így válik az alázatos ember erőssé, bátorrá és határozottá. Így válik küzdőképessé, és így válik majd a Krisztusban győztessé. És a másik vonása ennek az alázatnak, hogy az ember teljesen hivatásának élve le tud mondani az egyéni dicsőséget. Keresztelő János nem ünnepeltette magát. Nem várta azt, hogy elismerjék végre őt az ember. Az első helyet egyszerűen Krisztusnak adta át. És ugye érezzük, hogy mit jelent ez az egyszerű hétköznapi életünkben. Milyen nehéz nekünk úgy végezni a dolgunkat, akár munkában, akár otthon, a háztartásban, családban, hogy ne várjunk érte elismerést. Mennyire hiányzik, hogy megveregessék a vállunkat, hogy igen, ez rendben van. Rendben van a kert, rendben vannak a virágok. Vagy jól sikerült ez az ebéd. Sokan képtelenek őszinte szeretettel főzni, kertben munkálkodni, házkörüli munkát végezni, hogyha nem jár érte valamilyen elismerés. Egyszerűen ki tudjuk csikarni magunkat, magunknak egy-egy ügyes mondattal, másoknak a dicsérő szavát. Vannak olyanok, akiket aztán bénít minden szolgálatukban, cselekvésükben, hogy mit is szólnak ehhez az ember, hogy milyen benyomást keltenek, hogy nem rontják-e a renoméjukat, mit fognak szólni, mit fognak gondolni, hányszor megfordul a szívünk. Alászállani, mondja az ige. Nincs semmi, ami ennyire természetünk ellen van. Mert egy kicsit mindnyájan szeretünk. És milyen nehéz, amikor tényleg eljön a pillanat, és kisebbé kell lenni. Amikor le kell szállni, amikor le kell mondani egy-egy helyzetben, talán egy-egy pozícióról, egy-egy lehetőségről, egy-egy álomról, amit szerettünk volna elérni. Vannak, akik belerokkannak lehető. Keresztelő János nem kényszerűségből, hanem önként vállalta, hogy alász. Tudott kisebbé lenni. És ennek oka az volt, hogy a Krisztus növekedett általa. Csak úgy félreállni, az nem nagyon. De Krisztus mögé lépni, ha ő növekszik általa, az majd fog menni az ő dicsőségéért, az ő szeretetéből, az ő erejéből. Átadni a helyet a Krisztusnak, hogy egyre inkább áttevődjön róla, ő rá,
minden embernek a tekintet. Ezért állunk itt az oltár előtt, ezért állunk az ő szolgálatban. És aztán ahelyett a görcsös félelem helyett, hogy sikerül egy-egy alkalom, hogy sikerül talán egy-egy igehirdetés, hogy sikerül és mit jelent ez rám nézve, az lesz a legfontosabb, hogy hogyan fejlődik ő a másik ember szívébe, és mit jelent ez az ő országára nézve. Egyedül így tudunk megszabadulni a sok belső gáttól, megkötözöttségtől, megfelelési kényszertől, és ez egészen gyakorlati dolog. Így fogunk majd helyesen látni magunk körül, gyülekezetekben, egyházban, a hétköznapi életben. Így tudjuk megtanulni, hogy óvatosak legyünk mások megítélésében, mert pontosan elég megítélni valót találunk önmagunk. És ezt megtanulni csak az Isten előtti alázatban. De ott lehet. És akkor megtörténik a csoda, hogy az, aki nem mindig az én ízlésem szerint van, az, aki nem mindig úgy szól, ahogyan az az én szívemnek kedves, az is szerethetővé válik. Isten gyermekévé a szemünk, akiért Krisztus ugyanúgy önmagát adta, mint én. És ha azt mondtam, hogy az alázat jellegzetesen keresztény erény, akkor kedves testvérek, gondoljunk erre úgy, hogyha kegyelemből élünk, ha Jézus halála érdeméért kaptuk mindnyájan a bűnbocsánat, és ezért lehetünk most is itt együtt, az új templomban Szarvason, akkor tudjuk, hogy ez a kegyelem és bűnbocsánat nem csak szó kell, hogy legyen az életünkben, hanem életünket megragadó valóság. És nem is lehetünk többé mások, csak alázatosak. Ne féljünk és ne rettegjünk, alázatosnak legyen. Így mondja Isten igéje, alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és hozzáteszi. És én felmagasztallak titeket. Felmagasztallak. Azért, hogy egyre inkább kiábrázolódjék rajtad, benned Jézus. Felmagasztallak, hogy az emberek meghallják a megszólaló szívet. Meglássák az Isten szent lelke által uralt lelket, annak szelítségét, erejét és utat mutató világító életet. Őket is hordozó szeretet. Ezért adja Isten most is az ő szentet. És ezért vagyunk most imádságos szeretetben ilyen sokan mögött. Hogy Isten áldjon meg ebben a szolgálatban, és tegyen áldását. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyád, hogy hozzánk hajolsz, és magadra emeled a tekintetünket, és hálát adunk, hogy keresztelő János bizonyság tételén keresztül bennünket is tanítasz. Tanítasz rád figyelő életet élni. Mind halálig hűségesen, a te erőddel kitartani. És azért kérünk téged, hogy így tedd áldássá közöttünk Pál testvérünket. Áld meg az ő szolgálatát, szeretetét, fiatal szívét, lendületét. Hogy mindaz, amiben őt személyiségében megajándékozta. Hagyj legyen eszközé a te kezedre, hogy megjelenj benne és által, a szavaiban, a mozdulataiban, a közvetlenségben. És segíts bennünket, a te itt élő népedet, szarvasi gyülekezetedet. Segíts bennünket, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudjunk igédre figyelni. Mások számára is világító pontokká lenni ebben a városban. Hogy egyre többen rácsodálkozzanak életújító szeretetet, és megváltozott életünket látva, téged kövessen, hozzád érkezzenek, és hadd dicsérjünk újra és újra téged, minden csodádért gyülekezeteid. Kérünk, hogy így vezess, áldj bennünket, ígéreted szerint, szentelked jelenlétét. Ámen.
bejárta a városokat és a falvakat. Hirdette Isten országa evangéliumát. És gyógyított minden betegséget és minden erőtlenséget. Amikor pedig látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztorjai. Akkor ezt mondta tanítványainak. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Pál apostol pedig ezt mondja. Kérve kérlek az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az igét, állj előre alkalmas és alkalmatlan időben. Incs, fenny, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Légy józan mindenben, vállalad a szenvedést. Végezd az evangélista munkáját. Végezd el szolgálatodat teljesen. Testvéreim az Úrban, hallottál Isten igényét az egyházi szolgálatból. Ezek után kérlek titeket, a szarvasi új templomi gyülekezet előjárói, adjátok át nekem a gyülekezet nevében a lelkészi megbízó levelet. Annak bizonságaként, hogy készek vagyok az Alarec Pál testvérünket elfogadni a gyülekezet lelkészéjét. Kérem az Úrban, Zaborec Pál, az élő Isten és a keresztény gyülekezet színeiről kérdezlek. Elhatároztad-e, hogy vállalod a szarvasi kütemplomi gyülekezetben a lelkészi szolgálatot, és hogy azt az Úr Jézus Krisztus követetni, és a reál bízottak pásztoraként teljes hűséggel és igaz szeretettel végzel. Elhatároztad-e? Elhatároztam. Ennek bizonságával adok kezedet, és vedd át a szarvasi új templomi gyülekezet lelkészi megbízó levelét. Hívjuk segítségül Isten szent lelkét, hogy ő maga tegye alkalmassá testvérünket a szent szolgálatra. Énekeljük el orvosunk kísérlet nélkül a jövő szent lélek Úristen kezdetét. Pásztorokat és tanítókat a te szent egyházad építésére.
és te készíted fel őket szolgálatra, szentelked sokféle ajándékával. Irgalmadba bízva kérünk, szán meg népedet is, hívd el Zaborec pár testvérünket egyházad építésére. Árasz ki szent lelkedet, hogy lelkészi szolgálatban téged kövessen, mindenkor igazat szóljon szeretetre, és valamennyi szolgáddal együtt arra törekedjék, hogy a te néped eljusson a hit egységére. Aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz, és uralkodol örökön örökké. Az Úr Jézus Krisztus, aki elhívott téged pásztori szolgálatra, maradjon veled mindvégig. Én pedig a Szarvasi Új Templom Evangélikus Gyülekezet meghívása, valamint kijelentésed, elhatározásod és kézadásod alapján beiktatlak a Szarvas Új Templomi Evangélikus Gyülekezet lelkészi hivatalába, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Gondjaggyal bízom a Szarvas Új Templomi Gyülekezetet, hogy pásztorold az Úr Jézus Krisztus népét, ne kényszeredetten, hanem örömes, ne haszonlesésből, hanem odaadóan, ne uralkodjál a reálbízottakon, hanem légy a gyülekezet példaképe. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyered az örök élet. Szarvas Új Templomi Gyülekezetnek pedig gondjaiba és szeretetébe ajánlom Zaborec Pál lelkésztestvérünket. A mi lelkésztestvérünket az Úrban tiszteljétek és becsüljétek őt, az egyház kurátorrenddel előjáratok. Hallgassatok szavára az Úrért, és a békesség Istene megőriz titeket fethetetlenül az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Most pedig apostoli szokás szerint testvéri csókkal köszöntelek téged szolgatásra, és testvérem. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak közösségére. Törekedjél az igazságra, a hitre, a szeretetre és a békességre. Azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül, az Úr. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, mert enélkül senki sem láthatja meg az Urat. És vigyázzatok arra, hogy senki el ne térje az Isten kegyelmétől. Jézus mondja, vegyétek föl az én igámat, és tanuljátok meg, hogy alázatos és szelíd vagyok, és nyugalmat találtok lehet. Világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék az ő mennyei Atyáját. Amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Amen. Nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdetd, amit csak parancsolok. Így szól az Úr. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Így szól az Úr. Nem szégyellem az evangéliumot, mert Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Így szól az Úr, én az Úr a te Istened, erősen fogom ott kezdedet, és ezt mondom neked, ne félj, én nem sem. Tiszta szívet teremts benne.
Jézus mondja, legelte fiaim, így áldja meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Így példáig. Zastajte milosti a poznávaní nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Nevekedite po kegyelembe, és a mi úrunk üdvözítő Jézus Krisztus úrunk is mellett. Pán Ježiš povedal, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Legyetek silák, rendíthetetlen. Buzgolkodjatok mindenkor az Úr dolgában tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úr. Ne győzzön meg téged a rossz, hanem te győzz meg a rosszat. Elég néked az én kegyelmem, ezt mondja az Úr, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Amen. Thank you.
Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. 2013-ban az Animals Cannibals zenekar kiadott egy nagyon híres sláger, amely az egyik kedvencem volt, és a refrénje nagyon megragadó. Így hangzik, minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években, nekem örökké repcsorog a véremben, nekem örökké repcsorog a véremben. És természetesen a szám arról szól, hogy mennyi mindent meg kell élnie egy embernek, aki mondjuk nyomon követi a világ változásait, nyomon követi azt, hogy hogyan is alakulnak a hétköznapok. És amikor Finnországban kint lehettem ösztöndíjas hallgatóként, akkor a magyar diákokkal ezt a számot hallgattuk napról napra, és megpróbáltuk megtanítani a kinti külföldi diákoknak, hogy vajon mi is lehet a lényege ennek a számnak, és hogyan változik a világ, nem csak külföldön, hanem Magyarországon is. És valóban, ahogy a refrén mondja, minden változik. Minden változik, mert mi magunk is érezzük, hogy rohanó idő, egyre gyorsabb tempó diktál, és néha ott állunk egyes pillanatok után, hogy vajon nem kellene megállni végre egy pillanatra? Vajon nem lehetne újraélnünk az életünknek bizonyos pontjait? Természetesen tudjuk, hogy a választ csak és kizárólag nem lehet. Mert minden változik, és ahogyan az ókori filozófus Héraklitosz is megmondta, minden változik, és semmi sem az, aminek látszik, kétszer egy folyóba ugyanúgy nem lép senki. Kétszer egy folyóba ugyanúgy nem lépünk, mert akkor az már egy másik folyó. Két egyforma napot ünnepet nem fogunk együtt megünnepelni, megölni, mert változik, minden változik, és érezzük mi magunk is, hogy egyre inkább arra törekszünk, hogy bárcsak ne változna, bárcsak megmaradna az a pillanat, az a gondolat, amelyre gondoltunk, vagy élünk, és egyre gyorsabb, és egyre gyorsul, és egyre rohan. Jó példa erre, hogy már októberben láthatjuk a csokoládé Mikulást a boltokban, és természetesen az adventi kalendáriumot is megvásárolhatjuk, holott hol van még az az ünnepünk, amelyet szeretnénk majd családosan, vagy egyet megünnepelni. Az egyik Vajdás cikkben írtam a tavalyi évben, nagyon várom, hogy mikor fogják karácsonykor árulni a csokoládényulat, és húsvétkor pedig a karácsonyfát osztogatni. Mert ezek mind-mind arra irányítják a figyelmünket, kedves testvérek, hogy valóban minden változik, és ebben a változásban mi magunk elveszünk emberként. És természetesen ezt a változást érezhetjük itt ezen a telken is. Mondhatom jogosan így, hogy ezen a telken, hiszen az új templom, az egyik szolgálati helyen és a gimnázium a másik szolgálati helyen egy telken van. És érezhetjük jogosan, hogy a történelmünkben megélhettünk nagyon sok mindent, és hány lelkészt köszöntöttünk, vagy engedtünk el, búcsúztattunk, és az elmúlt években pedig együtt döbbentünk rá itt a gyülekezetben, hogy hogyan változnak, hogyan rohannak az ünnepeink, hogyan kell megállni a pillanattal, és az ember azt veszi észre, hogy nem bír. És a gimnáziumban is hasonlóképpen most köszöntjük a 9. osztályosokat, és aztán balattatjuk őket, és drukkolunk, hogy sikerüljön a felvételi. Minden változik, hangzik a refrénben, és ezzel helyezkedik szembe az az ige, ami úgy gondolom, hogy az új templomiak számára is, és a gimnáziumban élők, dolgozók számára is egy vezérige lehet, mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És ha megyünk tovább a refrént követve, hogy minden változik, a lényeg nem. Minden változik, de az Úr Jézus Krisztus nem. Lehet, hogy egyre gyorsabban röpül az idő, azonban a sok program ember között akkor tudjuk megtapasztalni ezt a szeretetet, hogyha észreveszünk, hogy bizony ott van a stabil alap, hogy minden változik, a lényeg nem. Hogy az Úr Jézus Krisztus a templomunk 121 éves történelme alatt és a gimnáziumunk 216 éve alatt sem változott. Ugyanaz az Úr Jézus Krisztus maradt, mert tegnap is,
és ma is, és holnap is ugyanaz marad. Ő nem változik. Az ő szeretete nem változik. Az ő kereszthalála, amelyet a Golgotán odaadott az embereknek, az nem alakul át, hanem igenis mindenkinek szól. És Zsoltáros szavait, hogyha hozom, nemzedékről nemzedékre tart. Mert valóban érezhetjük, hogy ő szólt, szól, és szólni is fog. Minden változik, a lényeg nem. A lényeg nem változik, mert ez a szeretet az átível korokat, embereket, akár lelkészeket, osztályokat, gyülekezeti programokat és különféle megélhető pillanatokat, az nem változik. Kedves testvérek, mindig olyan jó, de felelősség teljes ezen a szószéken állnom. Mert a két legnagyobb humanista között vagyok, és ahogyan a meghívóban is láthattuk, nem véletlenül került az oltárkép második oldalra, hiszen két fontos reformátor között az ember hirdeti azt az alapot, amely a szószék alatt található, amelyen most jelen pillanatban én magam is állok. És amit láthat a gyülekezet, hogy a két reformátor, amit mondott abban a korban, hogy más alapot nem vethetünk a meglévőn kívül, amely vettetett, és ez pedig az Úr Jézus Krisztus, ugyanazt hirdeti, az ige hirdető is ebben a templomban. Ki tudja, hogy tudatosan vagy tudat nélkül tették mindezt az elődeim. Úgy gondolom, hogy aki belép ide, az megláthatja ezt, amit a két reformátorunk hirdettetett, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Azért, mert ő az alap. A stabil alap, amely nem változik, amely szilárdan áll mindannyiunk számára. Azt mutatja, hogy igenis jó Jézusra építeni, mert habár változik a világ, de ő nem. Ő stabilan ott marad, az ő szeretete, amely ezen a telken élőknek szól, az megmarad, de nem csak hozzánk szól, hanem igenis mindahhoz, akik igényt tartanak ő rá, mert minden változik, a lényeg nem, és aki megtapasztalta mindezt, ő az Isten szorongató szeretete, mennyire stabil alap lehet a viharok, a nehéz pillanatok között, az el tudja majd mondani az örömteljes pillanatokban, hogy ez a jó az elmúló években. Ez a jó az elmúló években, hogy programok, emberek változnak egyre gyorsabban, de ő nem fog. Ez a jó ebben, hogy stabilan áll, és az ember mindig érezheti, hogy van kihez fordulni, mert nem fogja magára hagyni az Úristen. Krisztus kereszthalála nem csak egyes személyekért történt, nem csak ezért a gyülekezetért vagy a gimnáziumunkért, hanem mindenkiért, aki befogadja és meglátja azt, hogy igen, ő stabil, ő nem változik. Szólt az elődeim szájából itt Szarvason, ebben a gyülekezetben és gimnáziumban, szól az ige hirdetésben, és bízom benne, hogy majd utána is valamikor fog szólni, hogy ő nem változik. Hogy az ő evangéliuma, az idő kihívásainak is megmarad, és nem fog elavulni, stabilan ott áll. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Ez a jó a világtörténelemben is, hogy ő megmarad tegnap, ma és örökké ugyanannak, és mi hívek pedig a refrén végi kis átalakítással elvihetjük ezt a gondolatot a szívünkben, hogy nekem örökké ez csorog a véremben. Nekem örökké ez csorog a véremben. Az avatás igém, amely a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből szól, pont erre volt egy felhívás, hogy mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne az én lelkem. Nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hité, hogy életet nyerünk. Nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem azok az emberek vagyunk, akik el tudjuk majd azt mondani, hogy igen, Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, a nehéz pillanatokban is. Mi a hit emberei vagyunk, hogyha ki tudjuk ezt őszintén mondani embertársainknak, tudjuk továbbadni mindezt, hogy ő nem változik, az ő szeretete itt marad. Nekem örökké, ez sorog a véremben, nekem örökké
ez csorog a véremben. Csorogjon, testvérek, ez a szeretet, amely soha el nem múlik, hanem örökké tart, és a remény, hogy a múltbéliek már őt hallgatják, valahol mi magunk is hozzáigyekszünk, és a jövő nemzedékeinek pedig hirdetve lesz, hogy olyan jó az ő közelsége, olyan jó, hogy ő nem változik tegnap sem, ma sem, és örökké se fog. Nekem örökké ez csorog a véremben, nekem örökké ő csorog a véremben. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztusunk, köszönjük azt, hogy te stabil alapként vagy jelen gyülekezetünkben, gimnáziumunkban, egyházadban. Köszönjük azt, hogy hívsz embereket, akik hirdethetik azt, hogy nem változol, hogy megmaradsz annak, aki voltál, vagy is leszel. És köszönjük azt, hogy te mindig kísérsz bennünket. Te látod azonban, hogy oly sokszor feladjuk a világ rohanása mellett azt, hogy megálljunk, és ki tudjuk azt neked mondani, hogy köszönöm. Így kérünk téged, hogy te erősíts meg bennünket, hogyha néha letérnénk arról az útról, amelyet te készítettél számunkra. Így légy velünk, áld meg gyülekezetedet, gimnáziumodat, hogy hirdettessék még az ige sokáig, a te szereteted, a te mindent megtartó kegyelmet, és így kérünk, hogy légy egyházaddal, hogyha ne talán nehéz pillanatokat élnünk is meg, akkor is tudjuk kimondani azt, hogy köszönöm, de nem változol. Amen. Jöjjetek testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, magasztaljuk szent nevedet, megajándékoztál minket igéddel és szent jelenléteddel. Köszönjük, hogy minnyájunkat testvéri közösségben egyesítettél a mi üdvözítőnk és pásztorunk Jézus Krisztus által. Együtt könyörgünk most hozzád áldásért, tedd eredményessé közös munkánkat. Áld meg gyülekezetünket, gimnáziumunkat és egész egyházunkat, a lelki pásztorokat és a felügyelőket, a presbitereket és minden munkatársunkat. Ébrezd és erősíts bennünk a hitet, igét szeretetét, az egyházunk és az evangélium iránti hűséget. Áld meg népünket és vezetőinket. Add meg mindenkinek az eredményes munka örömét és a mindennapi kenyeret, megnyugvást adó otthont és megértő társakat. Adj békességet minden embernek a világ békéjét és a te békességedre Jézus Krisztus által. Amen. Istenek népe, végezetül helyükről felállhatunk az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent orcáját te felé, és adjon te néked békességet. Thank you.
Én ehhez a közgyűléshez szeretnék jegyzőtörvezetőt javasolni, Várkoszki Jánosnét. Ha elfogadjuk, akkor készen nyitással szavazzunk. És két jegyzőtök hitelesítőt kérnék szépen. Én javaslatot tennék Szronka Gáborra és Kohut Istvánra. Ha eltetszenek fogadni, akkor szintén készfelnyújtással kérem szavazni. Ennek a közgyűlésnek egyetlen napirendi pontja van, a Zagorec Pál lelkészül beiktatása. Kérek mindenkit, hogy ez a jegyzőkönyvben így kerül rögzítésre, és elfogadjuk és örülünk neki. Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntjük Zavarec Pál gimnáziumi iskola lelkésznek, Szarvas, új templomi evangélikus egyházközség lelkész hivatalába való beiktatása alkalmából az evangélikus egyház képviseletében megjelent Kondor Péter urat, a déli evangélikus egyházkerület püspökét, Lázár Zsolt urat, a nyugatbékési evangélikus egyházmegye esperesét és Nagy Róbert felügyelő urat. Jani János miasszony, a Szarvas, új templomi evangélikus egyházközség felügyelői. Dr. Libor Bednár urat, a Bográdi testvérgyülekezet evangélikus lelkészét. A Szarvasi járási hivatal vezetőjét, Gárland urat, a Szarvasváros képviselő testülete nevében megjelent Kodály Pál alpolgármester urat, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium nevelőtestületének tagjait, vezetőit, Kitajkáni Szántai Mária igazgatóasszonyt, Mészáros Tünde igazgatóhelyettes asszonyt, Zavarec Pál családját, a megjelent lelkészeket, vendégeket, legfőképpen pedig Zavarec Pál urat, immár a Szarvas új templomi evangélikus egyházközség beiktatott lelkészét. Köszöntések következnek. Távolléte okán levélben köszönti a lelkész urat Gáncs Péter nyugalmazott püspök úr, Radosné Lengyel Anna nyugalmazott felügyelőasszony, Németh Mihály egykori mentor, Maglódi gyülekezeti lelkész. Felkérem Jani Jánosné felügyelőasszony, hogy köszöntse a jelenlévőket és tartsa meg ünnepi beszédét. Az új templomi evangélikus egyházközség vezetése és gyülekezete nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Köszöntöm Kondor Péter urat, a déli evangélikus egyházkerület püspökét, Lázár Zsoltot, a nyugat-békési evangélikus egyházmegye esperesét, és egyben megköszönöm szolgálatukat. Köszöntöm a kerület felügyelőjét, Nagy Róbert urat, és dr. Cimbocki Mihály, az ótemplomi evangélikus egyházközség felügyelőjét. Köszönet a lelkésznöknek, a lelkész uraknak, hogy jelenlétünkkel megtisztelik lelkészünket és gyülekezetünket. Megtisztelő számunkra, hogy városunk képviselőtestülete és a járási hivatal részéről elfogadták meghívásunkat erre az ünnepi alkalomra. Köszöntöm a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium vezetőit, a nevelőtestület tagjait és a megjelent diákokat. Szeretném köszönetemet kifejezni a kapott segítségért és majd az elkövetkezendő kis műsorért. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Zavarec Pál lelkész úr kedves családját, örömmel tölt el minket, hüvelyünk ünnepelnek. Kedves vendégeink! Folytathatnám a köszöntések és a köszönetek sorát,
de egy csoportban ülve szeretném megköszönni a vidékről érkezett és a szarvasi vendégeinket, akik velünk együtt részesei ennek a mai csodálatos délelőttnek. Köszönöm a kertbarátok körének, a gyülekezeti tagoknak a süteményeket és a fáradozásukat és a sok felajánlást. És most kedves lelkészen, téged szeretnélek köszönteni. Nagyon láttuk ezt a mai napot, mindannyian, akik itt vagyunk, és nagyon örülünk, hogy ilyen szép számmal összejöttünk. Én ígérem neked a gyülekezet, a presbitérium és a magam nevében, hogy minden erőnkkel azon leszünk, hogy segítsük a munkádat, és olyan szépen haladjunk előre, hogy az elmúlt évben megtörtént. Én egy igét hoztam, mindent, amivel szeretnélek köszönteni. Nézd nyitott szem, elmondom azt, hogy Királyok első könyvének 8. fejezetének 29. verse. Nézd nyitott szemmel erre a házra, ünnyel és nappal, arra helyre, amelyről ezt mondtad, ott lesz az én nevem. Kérem Isten áldását, hogy ez így legyen is. És a gyülekezet nevében szeretnék ezt a kis ajándékot átadni, hogy ha előveszed, látod, akkor emlékezel rá. Köszönöm szépen. Gimnázium nevében Kitajkán és Szántai Mária igazgatóasszony kérem beszéde megtartására. Tisztelt ünneplő gyülekezet! A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium diákjai, tanárai és a magam nevében szeretném köszönteni az ünneplőket, akik ma itt megjelentek, és elsősorban Taulec Pál lelkészünket, aki most immár az új templomi lelkészi hivatalát is betöltötte. Én azt gondolom, hogy mindkét közösségnek már nagyon nagy szüksége volt egy állandóságra, egy megmutató jövőre, és hiszem, hogy Zavorec Pál személyében ezt megkapjuk, és az ő szolgálata mindkét közösséget erősíteni fogja a jövőben, és a két közösség kapcsolatát. Nagy várakozással és szeretettel fogadtuk a tavalyi évben, amikor az iskolai szolgálatát megkezdte, és azt gondolom, hogy ez alatt a rövid idő alatt nagyon sokat kaptunk már tőle, és reméljük, hogy ő is tőlünk, hiszen amit mi tudunk nyújtani, az a szeretetünk, a pedagógiai tapasztalataink, és az, hogy a közösségünkben, én úgy érzem, befogadtuk őt. Az ige, amit hoztam, tulajdonképpen az, amit tőle kaptunk az idei tanévre, Szent Péter első leveléből. Ő választotta ezt az iskola diákságának közösségére. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek föl lelki házzá. Én ezzel köszöntelek a hivatalodban, és kérem a Jóistent, hogy adjon neked erőt ahhoz, hogy ezt a párhuzamos szolgálatot, ezt a megtöbbszörözött munkát legyen erőd sokáig végezni, és ajándékképpen pedig fogad szeretettel azt a szolgálatot, amit most az iskola diákjai majd neked átnyújtanak. Örülünk, hogy itt vagy. A gimnázium tanulói műsorra köszönjük társaik nevében lelkészüket. 2018. augusztus 20-án Budapesten a Szent István Bazilika előtt hangzott el Szent István királyi mája Gondor Boglárka,
12. C-osztályos tanuló tolmácsolásában. E milyen emberi könyörgést hallják most? Felkészítő, Salkos Csanna tanárnő. Szent István király pálya. A mélységből kiáltok hozzád. Hallgass magam. Taníts meg, hogyan kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, és hogyan kell örülni a megérdemelt könyvben. Adj erőt, hogy kevésségem csillogását ellenvárosítsam, és az alázatosság szintelenségét okosan csillogtassam. Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, és hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni. Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, és alázatosan megadjam magam a léleknek. Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek. Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak. Taníts meg lendülni, ha reát találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam. Ne add meg mindig, amit nagyon kérek, taníts bátor lenni, mikor nagyon félek. Engedd a virágot megvetni szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni. Ez a kívánságom, ez maradjon végleg. De ha másképp szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj rám. Ne fordítsd el orcád. Hiszen a mélységből kiáltok fel hozzád. Iskolánk énekkara a következő műsorral készült az ünnepi alkalommal. Először Dombi Lilla, 10. B-osztályos tanuló énekel szólót, Ó segíts Jézus, majd kórusunk előadásában hallható Gepárdi Glória szájra, és ismeretlen szerző Hajon az Úr. Vezényel Dr. Lengyel Albertné tanár. Thank you.
Köszöntésre kérem Kondor Péter püspök urat. Kedves testvérek, kedves Pali, nem ismételném meg, amit az igehirdetésben elmondtam, ellenben hiányoltam kezedből a hitárt, kérdeztem is, hogy a refrénnél vajon előkerül-e valami hangszer, hogy halljuk az éneket. Az a híre Palinak, hogy nagyon jól illeszkedett be a gimnáziumba, hogy szeretik őt a diákok, és az én szívemet ez nagyon megmelegít, és nagyon örülök ennek. És nem tudok más kívánni, hogy mint az igehirdetésben elhangzó bizonyságtétele, hogy Krisztus szeretete ott csorog a szívedben, az legyen és maradjon valóság, és ahogyan hallottam, hogy egyszer csak ott ültél a lépcsőházban, a lépcsőn a diákokkal, ő itt minél többet közöttük, nem csak azért, hogy fiatalodj és fiatal maradj, hanem hogy az a szeretet, amely ott csorog a véredben, az ne csak ott csörgedezzen, hanem legyen túláradóvá mindazokra, akik rád bizattak, a gimnáziumban, itt a gyülekezetben és Szarvas városában. Isten áldjon és őrizzen ebben a szolgálatban. Felkérem Nagy Róbert felügyelő urat ünnepi gondolatainak elmondására. Nagy szeretettel köszöntöm mindenkit, én Nagy Robert vagyok, a Nyugat-Békési Egyház megye felügyelője. Köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást. Tisztelt gyülekezet, tisztelt lelkész úr, ínséges időket élünk. Egy szempontból mindenképpen, hogyha megnézzük a magyarországi evangélikus egyházban fellehető feladatellátási helyek számát, és ehhez mellé rendeljünk az evangélikus egyházban szolgáló, aktívan szolgáló lelkészek létszámát, akkor mindenképpen azt találjuk, hogy ínséges, sőt talán egyre ínségesebb időket kezdünk élni. Ilyen ínséges időkben nagyon felértékelődik egyrészt a laikus hívő embereknek a szolgálata, az ő evangéliumi szolgálatuk, de talán még jobban felértékelődik a lelki pásztoroknak a szerepe, és különösen is nagyon nagy értéke lesz azoknak a lelki pásztoroknak, persze a mi evangélikus egyházunkban csak ilyenek vannak, akik olyan szintű, olyan minőségű Krisztus követésről tesznek tanúbizonyságot, mint ahogy itt a lelkész úrról és a lelkész úrtól a saját szájában is hallottuk. És miután nagyon felértékelődik az ilyen lelkipásztoroknak a szerepe, ezért azt szeretném most a teljes gyülekezetnek a szívére helyezni, különösen is az iskolában szolgáló pedagógus kollégáim szívére helyezni, és talán még hangsúlyozottabban nektek, kedves gimnazisták, nektek is a szívetekre helyezni azt, hogy milyen jó dolgotok van itt ebben a gyülekezetben, hogy milyen jó dolga van ennek a gyülekezetnek, hogy van lelkésze, hogy van beiktatott parokos lelkésze, és hogy milyen lelkésze van. Azt szeretném kérni mindenkitől, aki ebben a gyülekezetben éli az élete valamennyi részét, és akinek bármilyen köze van ehhez a gyülekezethez, hogy tessenek nagyon megbecsülni Zavarec Pál lelkész urat, nem pusztán azért, mert ő az aki, hanem mert ő, én nem ismerem a lelkész urat olyan nagyon régóta és olyan nagyon mélyen sem, de arról azért már meg tudtam győződni, és a mai nap ebben megerősített, hogy olyan lelkésze van most ennek a gyülekezetnek és ennek a gimnáziumnak, aki Krisztus mögé beállva és Krisztus követve fogja ezt a gyülekezetet, és ennek a gimnáziumnak a teljes közösségét pásztorolni. És hogyha ilyen lelkésze van egy gyülekezetnek, annál jobb dolga annak a gyülekezetnek nem lehet. Tessenek ezt az állapotot és a lelkész személyét nagyon megbecsülni, hogy a hosszú távon jó egészségben tudja ezt a gyülekezetét pásztorolni. Neked pedig azt kívánom, hogy
végig az utadon azt a Krisztust tud követni, akiről te magad is megvallottad, hogy tegnap, ma is, mindörökké ugyanaz. Biztos vagyok benne, hogy ez teljes szíved meggyőződéséből mondtad, Isten áldja meg ezt a szolgálatot. Hodály Pál alpolgármester úr városok nevében szól az ünneplő gyülekezethez. Tisztelt ünneplő közösség, kedves gyülekezet! A történelmi időket élünk Szarvas városában. Nekem ez jutott eszembe, hogy végignéztem a mai beiktatásom. Hiszen ebben az esztendőben új püspököt iktattunk, dr. Kondor Péter személyében. Esperesünket megerősítettük Lázár Zsolt személyében, és újra egészen az új templomi közösségnek is, Zavarec Pál személyében. Például megjelölgeztem meg a doktori címet, nem az ugye. Minden iktatáson, amikor beszélgetek elősor, akkor hasonló jó hangban van el, mint ahogy most is. Én magam próbálok ezzel kicsit hozzájárulni, mert hogy Palitról is annyit tudok és annyit tapasztaltam meg, hogy egyfajta vidám komolyság jellemző az életét. Mindig mosolyog, mindig kedves, odafigyel az emberekhez és az emberekre, de a munkáját, a hivatását, az elhivatottságát azt nagyon is komolyan veszi, és nagyon komolyan teljesíti. Kicsit furcsálkozik ez a vidám komolyság, de ha látják, és önök ismerik őt, akkor bizony ez fogja jellemző. Én kívánom neked azt, hogy Szarvasváros közössége, Szarvasváros önkormányzatolvák meg polgármesterről és képviselőnevében, és Dakkobla képviselőnevében is, hogy ez a vidám komolyság, ez maradjon meg benned, úgy, ahogy Jézus Krisztus is ugyanaz, legyen te is nekünk mindig ugyanaz a vidám komoly ember, azt az elhivatottságot, amit teljesítesz, életed végén teljesít, és eresztél még gyökereket a Szarvas városában. Maradjál itt fel nagyon sokáig, hiszen ez az egyházközség, ez a gyülekezet régóta várna egy olyan lelkészre, aki tényleg jó vezetője, jó pásztor lehet. Én magam is egy közösséghez tartozok gyerekkorom óta, és úgy gondolom, hogy arany lelkészülhet az a példaképet a közösségben, akit követni kell, mert ő volt itt egy olyan ember ebben a városban, ebben a közösségben, aki hasonló volt hozzá, mindig tudott viccelni, mindig tudott velünk akár egy kicsit bohéma lenni, de nagyon komolyan vette a dolgokat, és mindenre odafigyelt. És nagyon jól vezette ezt a közösséget. Én ehhez kívánok pénteken előtt kitartást, boldogságos szeretetet, és az Úr is lehetőségre adott erős vállalást. Kérem, dr. Libor Bernár lelkész urat köszöntésre. Byť stopom znamená byť vnútorne silný. Ez a pillér szerep
feltételez egy belső erőt, amelynek során az ember elbírja viselni a rá nehezedő terheket. Vydržať záťaž a uniesť ťarch. Ezeket a terheket tovább kell vinnie. Farárovi prichádzajú nielen ľudia, ktorí sú v pohode. A lelkészhez nem csak azok az emberek fordulnak, akiknek nincs bonyuk. Ale aj smutní a sklamaní. De azok is, akik szomorúak, akik csalódottak. Zranení a nevyliečiteľne chorí. Sek sérültek, vagy gyógyíthatatlan betegségben szenvednek. Tí, ktorí strátili svojich najbližších. Akik elvesztettek valakit szeretteik köréből. A hľadajú slova povzbudenia, oporu, potešenie, nádej. Keresik a bátorítás, a támasz, a vigasztalás és a reménykeltés szavait. Očakáva sa od teba, že každému budeš rozumieť. Elvárják tőled, hogy mindenkit megérts. Chápať, radiť, pomáhať. Felfogd a gondjaikat, tanácsokat adj nekik és segíts. Ale žiadny farár nie je Superman. De nincs olyan lelkész, aki teljesen tökéletes, vagy ha úgy tetszik, Superman. Ktorý všetko vždy zvládne. Aki minden körülmények között minden képes megoldani. Ale pozná nevyčerpatelný zdroj síry, z ktorého môže čerpať. De ismeri azt a kifogyhatatlan erőforrást, amelyből mindig meríteni tud. A tým zdrojom je radosť Hospodina. És ez a forrás az Úrban való öröm. Radosť z Božej milosti. Az Úr kegyelmében való öröm. Prajem ti v mene cirkevného zboru v Poprade. Imánom neked a Poprádi Evangélikus Egyház nevében. Aby si sa stále radoval z Hospodina. Hogy legyen bőven részed az Úr örömében. Az jeho milosti. Az ő kegyelmének örömében. A z tejto radosti rozdával plným priehrštím tým. És ezt a örömet marék számra osztogasd azoknak, akiket szolgálsz. Ktorým slúžiš ako duchovný pastier. Mint lelki pásztor. Boh ťa žehnal. Áldjon meg az Isten. Mótyán Tibor referens urat kérjük szólásra. Vážený pán biskup, pán senior, bratia, sestry, vážený pán velebný, milý Pali, dovol mi, aby som ťa s láskou pozdravil pri tejto krásnej príležitosti a po tvojej novej funkcii. Pozdravujem ťa aj v mene všetkých Slovákov, ktorí tu žijú v Sarvaši a tých Slovákov, ktorí tu v regióne žijú a tých Slovákov, ktorým ešte obrieva dušu, keď sa objaví v kostole slovenská reč a slovenská liturgia. Prezradím ti to, že v tomto pozdrave sa ukrýva istá nádej na to hľadiac, že sa vráti slovenská reč do tohto kostola. Zato mám nádej na to, lebo viem, že sa snažíš osvojiť slovenčinu a nech ti k tomu vám obere sily dá, že by sa vrátil ten duch, ktorý vytvorili tí farári, ktorí od 1897. skoro počas 80 rokov tu slúžili, lebo pre nich bolo to samozrejme vec,
že robili pázali dvojjazyčne, že by liturgovali dvojjazyčne. Nech ti Pán Boh veľa sily dá. Pán Boh ťa požehnaj. Főtisztelendő püspök úr, Esperes úr, kedves testvérek, nagy tiszteletű lelkész úr, kedves Pali, engedd meg, hogy nagy tisztelettel köszöntselek egyrészt magam nevében, másrészt mindazoknak a szlovákoknak a nevében, akiknek még nem engedi a lelkét az, ha a templomban elhangzik az ige szlovákul is, és az ének szlovákul is. Azt is elárulom, és nem rejtem végkallál, hogy ebben a köszöntésben meghúzódik, ott rejtőzködik az a remény, hogy visszatér a szlovák szó ebbe a templomba. És azért van reménységem erre, mert hogy tudom, hogy elhatároztak azt, hogy elsajátunk a szlovák nyelvet, adjon ehhez az Isten sok erőt neked, hogy visszatérhessen az a szellemiség is, amit azok a lelkészek teremtettek meg, akik 1897-től kezdve közel 80 éven keresztül két nyelven prédikáltak és két nyelven liturgizáltak. Adjon az Isten sok erőt a szolgálatokhoz, áldjon meg az Isten. Végül megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel szólítom Zavorec Pál gimnáziumi és gyülekezeti lelkész urat. Kedves testvérek! Én nem köszöntőt szeretnék mondani, mert elmondták előttem már egy páran. Én csak a hálámat szeretném elmondani egy pár gondolatban, hogy miért is vagyok hálás, hogy a mai napon itt állhatok. Elsőként természetesen hálás vagyok a Istennek, hogy elvezetett egészen idáig, és a nehéz pillanatok során is támogatott engem, támogat mind a mai napig. És amikor pedig öröm van, akkor pedig örülök, hogy biztos vagyok benne, hogy együtt tudunk örülni az örömeinknek. És hálás vagyok valahol édesanyámnak, aki sajnos nem lehet közöttünk. Tehát nagyon sokat segített, támogatott szeretetével, és tudom azt, hogy ez a szeretet az, amelyet tovább tudok adni mindannyiunknak. Köszönöm szépen a nagymamámnak, aki itt van közöttünk, akitől megtanulhattam azt, hogy milyen a tradicionális evangélikus egyház, hiszen mind a mai napig bibliaórára járó asszony, és hát azért érdeklődik. Úgy gondolom, hogy meg is mondja a véleményét, hogyha az unokája nem jól csinálja, amit csinál, de ez így van jól. Köszönöm szépen, és hálás vagyok édesapámnak, aki a legnagyobb támogató háttér az életemben, és nagyon köszönöm, hogy büszke lehet rám, nővéremnek és a drága kis unokahúgomnak, akik itt vannak közöttünk, a bátyámnak és az ő családjának, hogy ők is mindannyian mellettem vannak, és hát én azt el tudom mondani, hogy a legnagyobb köszönet még a keresztanyának is illeti, aki tényleg keresztanyaként mellettem volt, egész életemben is kísért. A hálámat úgy folytatnám tovább, hogy köszönöm kis Jánosnak, az indító gyülekezetemnek, hogy megtapasztalhattam azt a tarcsai kegyességet, amelyet úgy gondolok, hogy viszem tovább magammal és hirdetem a szószékről szószékre, vasárnapról vasárnapra. Nagyon hálás vagyok, hogy János bácsit az indító lelkészemnek mondhatom, mentor lelkészemnek valahol, és Zsókaménynek is nagy hálával tartozom, aki itt ül közöttünk, és hogy tanulhattam tőle, hiszen az egyház történelmet ő tanította nekem, így úgy mondhatnám, hogy soha életemben nem fogom elfelejteni azt, hogy a nagy évszámok hogyan állnak össze. Nincsenek itt, de a Maglódiakért is hálás vagyok, Németh Mihályért, hiszen ő pedig a gyakorlati évemben segített, és még a mai napig segít engem. És köszönöm a Tóth Komlósiaknak, hogy itt vannak, a
lelkész úrnak. Az első szolgálati napjaim, heteim, hónapjaim ott teltek Tótkomoson, és nagyon örülök neki, hogy megélhettem azt az évet. Nagyon nagy szeretettel és hálával gondolok mindig a gyülekezetre. Isten áldását kérem a továbbiakban. És köszönöm, és hálatelt szívvel gondolok a szarvasiakra, a gyülekezetre, a testvér gyülekezetre, a gimnáziumra, ahol nagyon szeretek lenni, és természetesen a gyülekezetben is. Az énekkarra, akik szolgáltak közöttünk, a diákok, akik itt vannak, és szeretik Pali bácsit úgy, ahogyan ő is próbálja őket szeretni. És köszönöm szépen püspök úrnak, hogy eljött új templomi és vajdásként ide közénk, és Esperes úrnak pedig azt a mondatát nem fogom soha elfelejteni, de köszönöm neked is, hogy bizalmat adtam. Remélem, hogy ezzel a bizalommal nem fogsz visszaélni. Hát bízom benne, hogy nem teszem, és bízom benne, hogy hirdetettem az Isten igéjét még sokáig. És egy nagyon kedves történettel azért hogy zárjam, és természetesen hálámat hagy fejezzem ki a testvéreknek, hogy itt vannak a mai alkalommal. Ez a történet pedig úgy hangzik, hogy régen itt az új templomban, talán tudjuk jól, hogy ugye a fiatalok fent ültek a karzaton, és ahogyan itt is ültek, úgy egyre előrébb kerültek a fiúk és a lányok is természetesen, és ugye fent ismerkedtek egymással, majd miután megházasodtak, akkor lekerültek ide a földszintre, és itt hallgatták az Isten igéjét. Nyáron olvastam, mert volt el egy kis időm, a gyülekezetünk történelmét, a feljegyzéseit, és ott fönt, annak idején, tudom, hogy Komlóson is hasonló volt a helyzet, figyelők voltak, akik azt nézték, hogy csend legyen az Isten tisztelet alatt. Egy 2,5-3 méteres bot volt a kezükben, és amikor valaki beszélgetett az Isten tisztelet alkalma alatt, akkor megállt ez a bot az illető feje fölött, és természetesen egy hétig a városban erről beszéltek. Nyáron, ahogyan olvasgattam a jegyzőkönyvet, 2 éven keresztül nagy büszkeséggel tölt el engem az, hogy Jézus Krisztus neve kevesebb szerepel, mint Zahorec Pál neve, és ez pedig a nagyapám volt, aki felett a bot mindig megállt vasárnapról vasárnapra. Remélem, hogy tudom törleszteni nagyapámnak ezt az apró kis vétségét, és hát nagy öröm azért, hogy ő is itt hallgathatta az igét, és én pedig visszatérhettem ebbe a gyülekezetbe, és itt tehetem meg a szolgálatot. Úgyhogy hálás vagyok, és nagyon szépen köszönöm. És egy pár hirdetnivalót azért hagyd mondjak el a kedves testvéreknek. Az első az az, hogy nagyon nagy szeretettel várom mindenkit a fogadásra a Vasipariban. Arra kérek mindenkit, hogy tényleg tessünk jönnek átmenni, legyünk együtt közösen egy röpke kis délutánra, beszélgessünk. Hát már én is hála teltem, köszönöm meg a testvéreknek, hát hallottam, hogy annyi sütemény jött össze, amennyit lakodalomba esznek egy héten keresztül, úgyhogy tényleg tessenek átjönni, segíteni elfogyasztani ezeket a finomságokat. És a bejáratnál pedig fogadja mindenki nagy szeretettel ilyen kedves testvérén felajánlását. Aprócska kis kerámia keresztet készített erre a mai alkalomra, amelynek a közepén egy szív látható, amely az az ige van beleírva, amelyet az iktatáson alapigéjéül választottam. És sokszor nem szokták megköszönteni, de most megköszönném Himmer Péter kántor úrnak a szolgálatát, illetve Sklenár Robertának és a kedves kizenekarnak a jelenlevő szolgálatát. Elénekeljük majd a himnuszt, és a kivonulás rendje pedig úgy fog következni, hogy püspök úrral, Esperes úrral mi megyünk az élen, utána jönnek a lelkészek, és aztán persze természetesen a kedves testvérek. Úgyhogy bátorítok mindenkit, legyünk együtt, örvendjünk, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek erre a mai alkalomra, és Isten áldását kívánom mindenkire a továbbiakban is azt, hogy tapasztalják meg azt a szeretetet, amelyet én is megkaptam embereken, pillanatokon keresztül. Most pedig énekeljük el a hímnuszt.